Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Kozmikus üzenetek. Ezek a felvételek nem naponta jelennek meg, hanem akkor, ha látom azt a napi horoszkópban, hogy van változás, vannak különös események, akkor ezt közlöm veletek, a videó mindig egy nappal előtte jelenik meg. Ezúttal november 29-éről van szó. Vénusz bolygó elhagyja a szűz jegyét, és áttér a mérlek jegyébe, az indiai számítás szerint. Vénusz bolygó nagyon jól érzi magát a mérleg jegyében, hiszen uralkodik a mérleg jegye felett. Más bolygó a Szkorpión jegyében van, szintén nagyon erős, hiszen uralkodik a Szkorpión jegye. Most van egy ilyen erős szerelmi energia. Vénusz a saját jegyében, Mars szintén a saját jegyében, és a szomszédos jegyből hatnak. Hiszen a mérleg jegye és a Szkorpión jegye azok szomszédok. És pontosan így érezhető most a párkapcsolat területén megvan a közelség és a bizalom, mint jó szomszédoknál. Eddig Vénusz bolygó még a szűz jegyében volt, ahol nem érzi Vénusz bolygó jól magát, és most lesz egy változás, kihat ránk hölgyekre is, hiszen Vénusz bolygó az a nőies energiát szimbolizálja, és ha eddig nem éreztük jól magunkat, akkor most lesz egy új kezdet, és kihat ránk ez az erős szerelmi energia. Ami az érzelmeket illeti, ezt mutatja a hold. Az indiai számítás szerint a hold az ikrek jegyében van. Az ikrek jegyéből hat. És így a napokban ez egy jó hatás ránk hölgyekre, hiszen Vénusz bolygó a levegő elemében, a hold szintén a levegő elemében van. Itt lesz mozgás, lesznek kapcsolatok, vagy jó beszélgetések. Ami pedig a férfiakat illeti, Mars bolygó a Szkorpión jegyében, a hold az ikrek jegyében nagyon különböző. Ez kivált a férfiaknál bizonytalanságot, itt érzelmekről és kommunikációról van szó. Nem tudják azt, hogyan tudnák kifejezni, ahogy ők érzik magukat. Az is lehet, hogy bizonytalanok, vagy vannak félelmek, és várnak arra, hogy mi hölgyek kezdeményezzünk, vagy mi hölgyek mutassuk ki az érzelmeket, vagy beszéljünk érzelmekről, akkor az a férfiak számára egy megnyugtató érzés, és erre kellene úgy odafigyelni, hiszen akkor meg lesz a könnyűség, a mozgás, a kommunikáció. Ami az álmokat és a vágyakat érinti, azt a férfiak másképp élik át, mert ők most nagyon álmodozóak, megvannak az elképzelések, sőt, a hit is abban, hogy ez a terv megvalósul. Ránk hölgyeknél ez másképp hat, nekünk is vannak álmaink vagy vágyaink, mi is tervezünk valamit, de nálunk inkább a bizonytalanságot vált ki, ehhez jön a mérleg jegye, amikor megpróbáljuk úgy mérlegelni a dolgokat,
tegyem, vagy ne tegyem, megvalósul ez a terv, igen, vagy sem, mit kellene ehhez tennem. Tehát ezeket a bizonytalanságokat, amikor tervekről van szó, át kellene lépni ezen a bizonytalanságon. Itt a férfiak erősebbek így ezen a területen, mert ők hisznek az ő álmaikban és terveikben. És ez volt a felvétel. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!